Makos Hogyka nevezetességei, történelme és hagyományai mellett a Bauje Zemplén kulturális értékei is helyet kaptak az immáron második alkalommal megrendezett Múltunk a jövőnk elnevezésű családi és szakmai rendezvénysorozat keretében. Bútorfestő, hímző csak néhány azok közül a népi mesterségek közül, amelyeket testközelből is megismerkedhettek az érdeklődők. A legfontosabb cél, hogy az elődeink által ránk hagyott örökséget ismerjék a fiatalabbak is. Egy évvel ezelőtt úgy terveztük, hogy olyan kulturális műsort, vagy olyan kulturális lehetőséget fogunk szervezni, ami a népművészethez mindenképpen kapcsolódik. Itt a térségben úgy gondolom egyedüliként mi is el tudtuk kezdeni a hegyalmi mesterekkel karöltve, hogy megmutassuk azokat a népművészeti értékeket, és ezt hagyományként minden év szeptember első hétvégéjén megtartanánk. Egy gyerekeknek, illetve felnőtteknek szóló lehetőséggel, hogy ők is tájékozódjanak a népművészetbe és tanuljanak. A régiós értékek összegyűjtése, óvása és életben tartása 2012-től a megyei értékter kiemelt célja, mondta híradónknak a megyei közgyűlés elnöke. A legfontosabb, hogy valamennyi korosztály számára tudjanak érdekességet mutatni ebből a világból, tette hozzá Bánné dr. Gáboglárka. Egy óvodai foglalkozást nézek, akkor ott azt gondolom, hogy természetes az, hogy megjelenjen maga az óvodás formájában. Ha egy iskolát nézek, ott én azt gondolom szintén fontos és természetes az, hogy megjelenjen, megismerjék a kézművesség alapjait úgy a lányok, mint a fiúk. Hogyha a felnőttek világát nézem, szintén attól függ, hogy ki milyen területen dolgozik. Én nagyon fontosnak tartom, hogyha egy rendezvényről beszélünk, akkor ott jelen legyen a kézművesség, jelen legyen az adott területnek a kultúrája, jelen legyen az adott területnek az az értéke, ami a térségre jellemző. A térség kitörési pontja a turizmus, tette hozzá a térség országgyűlési képviselője. Ebben pedig szerepe kell, hogy legyen azoknak a kézműves mestereknek is, akik kézzelfoghatóvá teszik a kulturális örökséget. Felgyorsult világunkban a globalizációnak sok haszna van, de nagyon sok hátulütője. Az egyik az, hogy igyekszik elfelejtetni velünk a múltat. Azt a múltat, ami még bennünk él, hiszen gyermekkorunkban 50, 60 vagy 70 évvel ezelőtt bizony teljesen más volt a világ. És hát az a generáció, akik akkor voltak felnőttek, igyekeztek átadni mindazt, amit a múlt század elején ők gyerekkorban használtak és énekeltek, vagy éppen sütöttek, főztek. A rendezvény keretében bemutatkozott a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete is, amely a népi kézművesek tekintetében a régió egyik leggazdagabb tárházával rendelkezik. Ezek a rendezvények azért jók, mert egyrészt az alkotók, a mesterek meg tudják mutatni a saját mesterségüket, és hát bízva abban, hogy a fiatalabb generációnak át tudják adni, kedvet tudnak ébreszteni bennük, és hogy látják a múltat, hogy mekkora utat tettünk meg, és hogy ezek a mesterségek még ma is művelhetők, és hogy mennyire megnyugtatják, és mennyire életszerűek ezek a mai világunkban is. Az érdeklődőknek arra is lehetőségük nyílt, hogy hagyományos népi ételeket is kóstoljanak.